Üdvözlök mindenkit a csatornán! A mai rész egy igazán izgalmas, kalandos kis rész lesz, amiben szeretném, ha velem tartanátok. És ez számomra nagyon izgalmas és nagyon jó nap volt. Szóval meg szeretném osztani ezt veletek, úgyhogy térjünk a lényegre, elmondanám, hogy is kezdődött ez az izgalmas nap, és mi volt ennek a eseménye, a története, úgyhogy nézzük. Ez nem akármiről lesz szó, hanem hát a Balatonról, mi másról. Ebben az évben, ebben a hónapokban, ebben a nyárban mindenki szinte a Balatonnál nyaral, és azért, mert tudjátok, külföldre nem lehet utazni, és ezért most a Balaton lett mindenki számára a nyerő. És gondoltam, én is ellátogatok oda, és megnézem. De egyébként nem csak most voltam ott először, kiskoromban is jártam már ott, de arra már én nem emlékszek, úgyhogy még egyszer megnéztem a Balatont, és vele együtt Tihanyt is, nagyon jó élmény volt. Gyűjtöttünk emlékeket is, szerencsére, úgyhogy nekem nagyon tetszett. Igaz, hogy nem tudtunk benne fürödni, de akkor is nekem nagyon nagy élmény volt, és szeretném, ha még egyszer megtörténne ez velem, úgyhogy nézzük azt, hogy utazunk oda. Egyébként pont a legrosszabb napot fogtuk ki, mert iszonyatosan meleg volt a kocsiba is szinte, úgyhogy rettenetesen meleg volt mindenhol, hűtenem kellett magamat vizes rongyal, úgyhogy nem ajánlom senkinek, sem tanácsolom, hogy ilyen melegben utazzon messzi útra, mint például a Balatonhoz. Úgyhogy, na nézzük meg, mi történt. Most értünk az Erzsébet hídra. Nagyon szép. Szinte ez a legszebb Budapest hídünk nekem. A kilátás is jó. Jobb oldal látható a Duna. Aztán itt van az Erzsébet híd. Tiszta bor, igen. Nekem eddig ezt tetszik Budapesten, az biztos. És hát mit ne mondjak, elég hosszú lesz utunk, mert azért Balaton nagyon messze van Pestől. Itt van a kis levendőszőt, nagyon finom. Hát mint látjátok, nagyon kuszparékkal. A Tihanyi levendulával készült, és tényleg nagyon. Meglett a sajtos tefős lángos, és mi más lehetne, mert a lángos kifejezetten nyári étel, és nagyon jó. Nagyon szép kilátás fogad minket Tihanyból. Az egész Balatonban látható. Ott a csóna. Elég kék a tenger, így messziről, de amúgy közelből nem annyira. Nem sokára érkeztünk a partra, és már láthatóan ülnek itt a parton. Mint ezt fogjuk tenni. Kicsit szétnézünk. Megnézzük a Balatont közelebbről. És itt vannak a nagyszám. Leértünk a partra, itt már hallani is a hangokat. Egyszerűen nagyon gyönyörű a tenger, tehát nincs erre szó, hogy milyen szép. Ott mennek hajók, igen, ott vannak ilyen nagy hajók. És elég sokan hajóznak, viszont nem sokan fürdenek, szóval... Hát igen, kicsit meglepődtem, azt hittem, hogy majd tömeg lesz itt, meg minden. Hát végül a kacsák is előmerészkedtek, és nem is hiába, mert kaptak eleget. Az is várja ott az ételt. Igen. Rengeteget esznek egyébként. Ezek majdnem minden megesznek ott a harmadik. Nagyon tiszta a tenger egyébként. Tisztán látszódik a tenger. Mert nem igazán tiszta. Igen, ott teszik. A hattyúk is itt voltak előbb, de hogy hol már. És nem jöttek ilyen közel. Nem kaptak enni, és most így elúsztak. Van a harmadik. Jaj, ott van tényleg, igen. Nagyon érdekes túlszállni. De milyen csendben? Na, hát itt úszik a három muskétás, illetve kettő. Egyébként írjátok meg kommentben, mi legyen a három kacsa neve, vagy három muskétás neve. Dagobert bácsiból. Nem. Magatottól ajánljátok ki. Hát itt a táj, meg minden Balaton, de szép egyébként. Kicsit frissülök én is. Kocsák is elúztak. Szép.
Köszönöm, hogy minden jól ment, úgyhogy szuper a vanja. Elmentek a kocsik, és nagy csapálódás folyik itt a tengerben, kérem szépen. Már egyébként nem hideg, tehát olyan kis langyos, viszont lehet, hogyha bemennénk egész testtel, akkor lehet, hogy hidegebb lenne, de nem. Most nagyon jó. Na, itt vagyunk a levendula mezőn, és fantasztikus, tehát rengeteg levendula van itt, én nem is gondoltam volna. Most nem fogunk szedni, mert még nem virágoztak ki teljesen, ezért nem olyan szépek, de ha kivirágoznak, azt megmutatjuk nektek, és lehet, hogy szedünk. Tehát ez lett volna az én kis történetem, remélem, hogy tetszett nektek. És még mielőtt elmennék, szeretnék bemutatni két nagyon fontos emléket, amit Tihanyban szereztem. Természetesen levenduláról van szó. Ezek ilyen kis emlékek, az egyik az így néz ki. És rá van írva, hogy Tihany. Tudom, mennyire látjátok, de itt fönt rá van írva, hogy Tihany, és az, hogy Hungary, tehát magyar. És rajta van a Tihany városa, és rajta van itt a Balaton. Szóval ezért tetszett, és nagyon jó illata van, levendula. És a másik pedig egy szívecske, amilyen kulcs tartó, vagy mindegy, vagy hát igen, ilyesmi. Ennek is nagyon jó levendula illata van, nekem nagyon tetszik mindkettő. És én úgy döntöttem, hogy készítek egy emlékdobozt, tehát ha ilyen hosszú útra megyek, mint a Balaton vagy Tihany, akkor mindig veszek valami kis emléket, nem kell, hogy nagy legyen, lehet akár egy üveggolyó, vagy lehet akár egy... Nem nagyra gondolok, hogy mondjuk egy ekkora játékhajó. Mondjuk lehet egy üveggolyó, egy kis gyöngy, vagy akármi, ami arra emlékeztet, vagy valami, amire rá van írva, vagy Tihany, vagy Balaton. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek. Nekem nagyon tetszett ez az élmény, és remélem nektek is tetszett ez a kis történet, bemutató. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel. És szép napot nektek, sziasztok!